Kedves barátommal arról beszélgettünk, hogy milyen dolgokat tapasztalunk, és élünk meg, és látunk nap mint nap Isten jelenlétében, az ő kegyelme által. Azáltal, hogy ő, mint egy kedves apuka, egy szerető apuka, folyamatosan mutogatja nekünk azt, amit látnunk kell. És hát azt tapasztaljuk, hogy az ő tárháza kimeríthetetlen. Tehát bőségesen van neki mindenből. Van neki mindig egy újabb ötlete, egy újabb dolog, amit meg akar nekünk mutatni, és folyton lenyűgöz, folyton meglep valami újjal, valami széppel. Sőt, hogyha valami rossz történik velünk, még azt is a javunkra fordítja, még abból is kihoz valami szépet, valami dicsőségeset. És miközben erről beszélgettünk, és örömködtünk együtt, ugye, hogy mit tett velünk, és mit tesz folyamatosan velünk mindenható Isten, hirtelen szembesültünk egy régi gondolattal, a kreativitással. Az ember folyamatosan kap Istentől ajándékokat. És amikor elszakadtunk tőle, Isten továbbra is adta nekünk az ajándékot. Mutogatott nekünk bizonyos dolgokat, annélkül, hogy tudtunk volna arról. És mi azt úgy kezdtük nevezni, hogy kreativitás, hogy mi kreatívak vagyunk. Új dolgokat hozunk létre és fedezünk fel. Közben nem. Nincs új a nap alatt, mondja a prédikátor. Nincs új a nap alatt. Csak az van, ami eddig is volt. Amit a rendelkezésünkre bocsájtott az Úristen, csak az van a nap alatt. Mindig az ő kegyelméből kaptunk. Bármit megláthattunk, bármit felfedezhettünk. Az nem azt jelentette, hogy azt mi hoztuk létre, hanem azt, hogy abból, ami van, abból mi azt felfedeztük, megláthattuk Isten kegyelméből. Megengedte, hogy meglássunk új dolgokat az ő kegyelméből, az ő tökéletes tervéből. És ami nyilván csupán egy parányi töredéke annak, ami van az ő tárházában. De mivel, hogy megloptuk őt, mi azt mondtuk, hogy kreatívak vagyunk. Mi hoztuk létre. Érthető már, kedves agató, hogy mi a lényeg ebben. A mester az inasa kezébe tesz mindent, minden eszközt. Megmutogat neki mindent, hogy mit hogyan kell használni, az ő tudományát. És az inasa végül azt mondja, hogy én hoztam létre. Hát várjál csak! Mit tettél volna te a mestered nélkül? Hogyha ő nem játssza a kezedre a szerszámokat, az ötletet és a lehetőségek tárházát nem mutatja meg számodra, akkor te mit hoztál volna létre? Semmit. Semmit. Az Istenétől elszakadt ember kreatívnak nevezi magát. Kreáció, teremtés. Aki kreatív, ugye, az teremtő ember. De várjál, mit teremtsek én? Már minden volt. Minden megvolt. Minden benne volt az igében, a logoszban, amit mi teremthettünk. Bármi jó. És ugye, nekünk nem volt más dolgunk, mint egyszerűen csak engedni, hogy megláttassa velünk, hogy a kép bekerüljön a mi szemeink elé, a mi elménkbe, és azt mi ugye fizikailag megvalósítsuk. És gyönyörködjünk abban, hogy ez milyen szép. Ezzel semmi gond nincsen, hogy létrehoztunk valami szépet. A gond ott kezdődött, hogy elkezdtük mi imádni azt a szépet. Kezdtünk gyönyörködni a saját teremtésünkben, és azt kezdtük tisztelni, nem pedig azt, akitől ezt kaptuk, ezt a lehetőséget, ezt a hatalmas, dicsőséges, gyönyörűséges lehetőséget. Érthető már a bálványimádás lényege?
Kedves hallgatók! Az ember kreatívnak nevezte magát, és saját magát dicsértette és magasztaltatta. Erről szól a művészvilág. A művészvilág erről szól. A művészek betekintést nyerhettek, kaptak tehetséget, ajándékba kapták, azzal születtek, tehát ők nem dolgoztak meg érte. Hiába próbálták egyesek fejleszteni a tehetséget, a zenei tehetséget egyetemen, meg iskolákban, meg a festői tehetséget nem tudták fejleszteni, hogy Isten igazából, hanem akik valóban híres és értékes művészekké váltak, ők azt magukkal hozták, ajándékba kapták a tehetséget, már eleve. És azt hitte a bolond ember, hogy ő kreatív, hogy ő megtanulhatja a kreativitást. Nem, barátom, nem. Semmit nem tanulhatsz meg. Még meddig akarunk lopni Istentől? Miért nem mondjuk azt, hogy Istenem, én hálás vagyok azért, amit kaptam tőled. Gyönyörködöm abban, amit kapok nap mint nap tőled. Nem akarlak meglopni. Ha kapok valamit, akkor én megmutatom embertársaimnak, hogy milyen ajándékot kaptam az én mennyei édesapámtól. Nem sokkal szebb lenne így az élet? Nem kell, nekem nincsen szükségem arra, hogy én dicsértessem magamat embertársaimmal. Elég nekem az, hogyha engemet az én teremtő Istenem megdicsér, lelki békét ad, cserében azért, hogy elmondom, hogy emberek, én semmi újat nem csináltam. Oda mentem az asztalhoz, és levettem onnét valamit, mert ajándékba adta nekem azt a Teremtő Isten. És megmutattam nektek, azt teszem most is, én semmi újat nem tudok mondani. Én csak azt tudom megjeleníteni nektek, számotokra, és magam számára is, amit ajándékba kapok a jóságos Istentől. Érthető a teremtés lényege, a teremtés rendje. Amikor a teremtett, amikor a gyermek felfogja azt, hogy ő nem ő az, aki létrehoz valamit, a teremtés elvégeztetett, az meg volt csinálva, tökéletesre volt azt csinálva. Az asztal tele van, a lehetőségek végtelen tárháza van az asztalon. A szép és a jó teremtésének. Ott van minden, előttünk van, és Isten megadja azt a lehetőséget, hogy mi játszodjunk abban. Hogy az asztalról levessünk bármit ajándékba, azt egymásnak megmutogassuk, felfedezzük azt, ami már eleve az asztalon van. Gyönyörködjünk abban, hálálkodjunk abban, hogy Istenem, milyen szép az élet, milyen tökéletes, milyen dicsőséges. És tetszik az, amit a Robert által mutatsz meg nekem. Mint ahogy Robertnek is feltétlenül tetszik az, amit általam mutatsz meg neki és a világnak. És tudjuk mindannyian, hogy semmit sem teremtettünk. Mi csak játszottunk. Bementünk a te országodba, a te játszóteredre, a mennyek országába. Erről szól az evangélium. Erről szól az, hogy Jézus semmit nem mondott nekünk magától. Azt mondja, én csak azt mondom nektek, amit az atyától hallok. Én gyermek vagyok. Én nem vagyok brit tudós. Farizeus sem vagyok. Sőt, a farizeusaitok, a vallási vezetőitek azt kérdik egymás között, hogy ezt honnét tudja, holott nem olvasta. Honnét tudta Jézus azt, amit nem olvasott. Mi azt akarjuk hazudni magunknak és egymásnak, hogy ő ilyen farizeus iskolát végzett, s a barkóit bokáig növesztette. Nem. Nem, barátom. Nem. Ő nem kellett tanuljon, mert az igazság mindenható örökkévaló állandóan körülölel téged és mindannyiunkat. Érted már a lényeget? Az, amit a proféták leírtak és elmondtak, az is egy olyan igazság, ami őket körülölelte akkor, és most is körülöleli az embereket, és Jézus körülölelte. Ő nem kellett elolvassa, ő csak kijelentette.
Azt, amit látott, amit az atyától hallok, azt mondom nektek én is. Mi mást mondanék? Idézzen Petőfi Sándort? Te mi mást mondanál? Idézzél engemet, hagyd a fenébe. Ne bajlódj. Ne idézd engem. Ne idézd Petőfi Sándort. Hanem halld az atyát, a jóságos Istent, aki körül ölel téged, és ajándékba ad mindent. Egy dolgot ne tegyél, ne egyél a tudásfájából többet, ne zabálj a tudásfájából, hanem ismerd el, hogy ajándékba kapod, amit kapsz, a rémeket, a verset, a dallamot, a táncot, a festményt, és mindent. Ismerte, hogy ajándékba kapod, te csak odamész az asztalhoz és leveszed, mert azt mondja a mennyei édesapa, hogy tessék, itt van gyermekem, fogyasszad, használd, játszadozz, lehet örömödet benne. És így véget ír a nagy képűség, a kevésség, a büszkeség, a versengés, a háború, a hazudozás, a harácsolás. Véget ér minden, ami rossz. És mi marad? Hát a mennyek országa. Mi más maradna? Drága embertársak, aki ezt hallja, ítélje meg az ő szívében, hogy mit hall, igazat hallasz, vagy hazugságot hallasz. Ha nem tudod megítélni, kérd Istentől, maga az ítélő képesség is az asztalon van. Tessék, lásd a saját szemeiddel, igazat hallasz, vagy hamisat hallasz. Ugye milyen könnyű ráhúzni, jaj, ördög, ördögi, meg sátáni, meg mit tudom én mi, te hogy is? Hát Isten mindenható, körülölel folyamatosan. Ábrahám honnét olvasta azt, amit mondott, amit cselekedett? Mózes honnét olvasta, amit mondott, és amit cselekedett? Jeremiás és Ézsaiás honnét olvasta? Az atyától olvasta, látta, ahogy Jézus is tette. Még meddig báványozzuk egymást, embereket? Még meddig báványozzuk az írást, ami mellesleg egy nagyon jó eszköz, ami ráirányítja a figyelmünket a mennyei asztalra, ahol minden bőségesen jelen van, ott van. Csak ne hazudjunk egymásnak és magunknak. Ne mondjuk azt, hogy ezt én teremtettem, én hoztam létre, és téged ki hozott létre? Aha, a szüleit, és őket? Aha, a nagyszüleik, és őket? És akkor visszaérünk oda, hogy Isten teremtett. Isten tudja, ki hozott létre. Hát ő maga. Így van-e? Még meddig lopunk tőle? Elnézte, több ezer éven keresztül lopkodtunk, és azt mondtuk, hogy ezt én csináltam, ezt én hoztam létre. Ez az én érdemem, és várom a fizetségem érte. Édes Istenem, érződik, hogy mennyire tolvajok voltunk, mennyire megloptuk Istent, és hogy igazából nem is Istent loptuk meg. Az előző videóban elmondtuk, tisztán és érthetően Isten kegyelméből, hogy amikor Mózes lopott Istentől, amikor te loptál Istentől, amikor én loptam Istentől, Istent én nem rövidítettem meg, ő nem lett szegényebb, mert neki bőségesen van. Hát akkor miért van úgy felpörcelkedve, hogy loptam tőle, hogy Mózes lopott tőle? Meglopta őt, amikor azt mondta, hogy ő fakasztotta vizet a sziklából, és nem Isten. Vajon meg van sértődve Isten, hogy Mózes lopott tőle? Ne. Istennek most már plusz-minusz egy kis víz a sziklából? Neki teljesen mindegy. A lopás nem Istent sújtotta, hanem Mózest tette tolvajjá, és téged, és engem. Valahányszor magamat dicsértettem a bölcsességért, a látásért, az értelemért, a rímekért, és bármiért, ami szép volt és jó volt. Annyiszor én magamat loptam meg. Nem Isten, hát neki bőségesen van, de ő engemet figyelmeztetett, hogy ne tolvajkodjak. Hát én magamat lopom ki a mennyek országából.
ha tolvaj üzemmódban vagyok? Én őt nem tudom meglopni, mert minden az övé, minden benne van, és minden ő általa van. De magamat tudom hülyíteni, magamat meg tudom lopni, és azt tudom én mondani magamról, hogy én kreatív vagyok, kérem szépen. Kedves hölgyek és urak, kérem figyelni, én kreatív vagyok, kérem, dicsérjék az én kreativitásomat. Ezt tetted, te, kis tolvaj. Kis tolvaj, ébresztő. Én kis tolvaj, és mindannyian kis tolvajok. Még meddig lopunk? És még meddig teszünk úgy, hogy mi vagyunk a szuperhősök, a szuper intelligensek, a szuper szépek, a szuper kreatívak? Nem. A teremtés az el volt tervezve, és tökéletes volt első perctől, és a mennyei asztalon minden volt, minden, ami mostan szép ebben a világban is jó, az a mennyei asztalról származik. Azt nem egy ember hozta létre, hát hogy hozhatta volna létre, hogyha őt is létrehozták? Az ember nem tudta megteremteni saját magát, és mégis azt hiszi, hogy ő képes teremteni valamit. Mit akarsz teremteni? Hát azt is ajándékba kaptad, hogy élsz itt a Földön. Miért te mondod azt, hogy emberek, hát kaptam egy szép nótát Isten kegyelméből. Megosztom veletek örömmel. Gyertek, énekeljünk. Elénekelem, és akkor ti is énekeljetek velem együtt, hogyha van kedvetek. Miért nem így állunk hozzá a teremtéshez? Művészek. Még meddig loptok? Még meddig loptok, és még meddig hűítitek magatokat? Hogy ti szuper intelligens és szuper érzékeny művészek vagytok? Nem. Ajándékba kaptátok a művetek, a hajlamot és mindent. És mennyivel szebb volna a műalkotás, mennyivel eredetibb volna az alkotás, és nem lenne mű, hogyha elismernéd, hogy te, kaptam egy gyönyörű szép inspirációt. Az atyám asztaláról kaptam, ajándékba kaptam. Örömködtem benne, és én részt vettem annak a kivetítésében, annak a megfaragásában, annak a lefestésében. Nem lenne szebb a teremtés így? Őszintén. Gondolkodj el rajta. Tehát valahányszor azt hittük, hogy kreatívak vagyunk, annyiszor mi ajándékba kaptunk Istentől dolgokat. Ez olyan, hogy kapsz ajándékba $1 millió, és arra veszel, mit tudom, egy Lamborghinit. És az emberek dicsérnek téged, hogy fuáj, milyen Lamborghinid van. És te élvezed azt, hogy téged dicsérnek az emberek, és nem mondod azt, hogy te, az igazság az, hogy olyan, van nekem egy frankó keresztapám, ő adta nekem ajándékba, tényleg. Ezért meg sem dolgoztam érte, semmit nem tettem jó formán érte, ajándékba kaptam keresztapámtól. De hogyha úgy csinálsz, mintha azt nem ajándékba kaptad volna, mintha azt te hoztad volna létre, te építetted volna, akkor tolvaj vagy és rabló, nem? Mert nem azt mondod, hogy van neked egy nagyon kedves keresztapád, azt mondod, tessék, itt van $1 millió, vigyed, vegyél magadra, most magadnak valamit, egy Lamborghinit, oké, megvetted. És akkor utána azt mondom, hogy én nem úgy dicsekszem azzal, mint hogyha azt én raktam volna össze, én terveztem volna, mint az én fejemből pattant volna ki, hanem úgy dicsekszem azzal, hogy te, figyeldek, hogy kaptam egy ilyen szép ajándékot. Ugorjatok be, próbáljuk ki együtt. Élvezzük együtt. Érthető? Egyszerű példa. Pál is ír erről egyébként, hogyha az a bölcsesség, ami van neked, az a látás, ami van neked, az az értelem, az a művészi hajlam, az a jó hang akár, az a dallam, ha te ajándékba kaptad Istentől, akkor mit csinálsz úgy, mit teszel úgy, mintha nem kaptad volna, mintha azt te szülted volna, mintha saját magadat te szülted volna. Én teremtettem önmagamat. Persze, persze, persze. Én vagyok a híres, hatalmas teremtő, közben tojom össze magam a félelmembe, és maszkot teszek az utcán. A híres teremtő. Valami nem bűzlik az egész képletben. Hogyha ilyen intelligens és erős teremtő vagy, hát akkor miért félsz egy, mit tudom, egy ilyen wuháni képregényvírustól? Hát várjál, helye, Isten vagy, nem? Hello! Mert ezt tanítják Székelyföldön bennek a magyarországi guruk,
ezogurok is azt tanítják az embereknek, az én drága embertársaimnak itten Székelyföldön, hogy ők istenek. És akkor egyszer csak halljuk, hogy egyik isten meghalt, meg a másik is, rákban, s nem tudom én miben. Emberek, ne áltassuk magunkat, ne csapjuk be magunkat, nem vagyunk istenek. De gyermekek lehetünk, Isten gyermekei lehetünk, és ő azt mondja, hogy nekünk ad mindent ajándéba. Meddig kínlódunk, meddig erőködünk. Meddig dicsértetjük egymást, magunkat, embertársainkkal, és meddig dicsérjük saját magunkat. Hát nem elég nekünk, hogyha a jó Isten minket megdicsér. És azt mondja, hogy imé, ő az én szerelmes fiam. Benne gyönyörködöm. Miért? Nem akar meglopni. Ő tudja, hogy folyamatosan tőlem kapja az ajándékot, és örömmel fogyasztja, elfogadja, és szétosztja, és megosztja embertársaival ingyen, mert én is ingyen adtam neki. Ugye, hogy milyen szépen meg tudna teremtődni a mennyek országa itt a földön is? Hogyha az emberek ilyen gondolatokkal foglalkoznának, és mennyből jövő eledelt osztanának egymás között a Facebookon, és mindenkinek volna ajándéka a mennyei asztalról, és senki nem mondaná azt, hogy jaj, nem így találtam ki, nem ilyen verset írt. Mit írtál? Verset? Írtál te verset? Aha, értem, aha. Persze, igen, intelligens vagy. Nagyon, igen, szép is vagy, nagyon. Gyönyörűséges vagy, szerény vagy, meg minden, és jó a stílusod, a sapkát, meg a cipőt. Értitek már, hogy hogyan váltunk tolvajjá, és miért ilyen fájdalmas ez a világ, ez a tolvajvilág, amit mi tolvajjá tettünk? Fel akartunk nőni, legyünk felnőttek, gyűjtögessünk, versenyezzünk, hogy ki tud szebbet teremteni. A teremtés az el volt végezve már az első és a hatodik napon, vagy nem tudom, a hetedik napon. Isten megpihent, szépen leült, ezt jót egy szál szivarat. Azt mondta, köszönöm szépen, ez nekem tetszett. Örömmel, mert minden el van végezve. Tessék, játszodjatok. Lejétek örömötöket abban, amit én megteremtettem készen nektek. Örömködjetek, és legyen közös az örömötök. Osszátok meg egymással az örömöt. De ne felejtsétek el azt, hogy ezt tőlem kaptátok. Ne csináljátok úgy, hogy mintha azt ti hoztátok volna létre. Nem. Én adtam nektek. És aki nem felejti el azt, hogy én adtam nektek ezt a hatalmas lehetőséget, annak mindig fogok adni újabbat és újabbat és újabbat. Betegség és mit tudom én, derékfájás helyett mindig újabb ötleteket, elképzeléseket, intuíciót, amit hálával elfogadhattok, és játszhattok vele. Erről kéne szólni az élet. Erről volt szó. Ez volt a terv. De mi azt mondtuk, hogy tényleg Isten adta? Nem-e én vagyok az Isten? Nem-e én hoztam létre az egészet? Nem-e magamat kéne megdicsérjem most már végre, hogy milyen szépet teremtettem? 1500 YouTube videón van kb. Ugyes. Hatalmas dolgot vittem véghez. Hát most már igazán el kell egy kis dicséret, egy kis elismerés. Miért nem dicsértek engemet? Fogjatok neki, dicséretek engemet, hogy milyen ügyes voltam. Több mint 1500 videó, azt hiszem. Meg nem tudom, hány írás. Hatalmas dolgot cselekedtem, miért nem dicsértek engem? Azért, kedves hallgatók, mert igyekszem én minden videóban nyilvánvalóvá tenni, hogy én egy egyszerű, buta ember vagyok, csarló ember. Nem vagyok okosabb, mint te. Nem vagyok intelligensebb, mint te. Semmivel sem vagyok több, mint te. Hanem egyszerűen tudomást szereztem arról, hogy mindent ajándékba kaptam. Az életemet ajándékba kaptam. Valahányszor beteg voltam, halálközeli állapotban voltam, szituációban voltam. Az újabb lehetőséget szintén Istentől kaptam, mindent Istentől kaptam. A látást tőle kaptam. A megértést tőle kaptam Jézusnak a szavai által, Jézus tanítása által, az ő lelke által. Hát akkor hogy néz neki, hogy én magamat dicsértetem veletek? Hát azt mondom inkább, hogy ha valaki engemet hallott, hát az atyát hallotta, még ha nem is teljesen tisztán, ugye az én testi gyarlóságomnak köszönhetően. De őt hallotta, hát ő mentett meg engemet. Hát kit hallott volna? Géza bácsit, vagy mit tudom én, a vasútast? Hogyha a mesterem, Jézus,
És ő nekem elmondta, ő engemet tanított, és folyamatosan tanít az ő lelke által. Hát akkor én hogy fogadjam el a dicséretet tőletek? Őt dicséritek, őt keressétek, ne engemet, ne az én YouTube csatornámat, őt keressétek. Titeket is tanít személyesen. Mindenkit, aki hozzáfordul. Én látom a barátomat, nem sok barátom van, néhány utitársam van, barátok, akikkel beszélgetünk, és olyan öröm velük hallgatni. Miért? Azért, mert amikor ők beszélnek, az én mesteremet hallom. És gyönyörködök benne. Én tudom, hogy amikor beszél, akkor nem Ildikó beszél, vagy nem Levike beszél. Vagyis ők beszélnek, ugye az ő testi megjelenésük, ugye ő alkotja a szavakat, ugye? De tudom, hogy kitől vannak a gondolatok. És kinyomom a mikrofont, és mosolygok. És örvendezek magamba, hogy az én jóságos atyám, az én mennyei édesapám adja a táplálékot folyamatosan. Az én barátaim által, az utitársaim által, és mindenki által, akiket nem is ismerek személyesen. Van egy kanadai hölgy például, immár kettő, akit örömmel hallgatok. Nem azt hallgatom, amit ők mondanak, hanem azt hallgatom, amit nekik ad az én mennyei édesapám, és az én mesterem, Krisztus. És hallgatom őket is, olyan jó pihenni. Nem mindig kell nekem járni a szájam, ugye? Hanem valamikor megpihenek, lefekszem, benyomom a YouTube-on, na, Enikő, mondjat. És hallgatom, és repdesek örömömbe. Nem tudok eludni, mert az életnek a szavát hallom. Vagy hallom Jade-et, és tudom, hogy nem ő beszél, vagyis ő beszél, de nem őt hallom, hanem ugyanazt a teremtőt, ugyanazt a lelket, aki engemet is létrehozott, vezetett, tanított, a tévegésből kihozott. Na ez a mennyek országa. Amikor én gyönyörködhetek benned, miért? Azért, mert nem vagy tolvaj. Én mindenkiben gyönyörködök, aki nem tolvaj. Ha te nem vagy tolvaj, akkor én rád nézek, és a könnyeim folynak. Hogy az Úristen, a dicsőséges, milyen gyönyörű munkát végez, vagy milyen gyönyörűséges kijelentést tesz általad, vagy akár megvallást, vagy akár bármit, amit kapok általad, gyönyörködöm benned, gyönyörködöm az ő lelkében, te benned. Na ez a mennyek országa. Mi lenne más a mennyek országában, mint az, hogy akár gyönyörködöm az orszarvúnak, ahogy futkorászik, és ott a sarat túrja éppenséggel. És tudom, hogy nem az ellenségem, oda megyek, és bár ő, mit tudom én, 5 tonna, vagy mit tudom én mennyi, én vagyok fél mázsa, vagy 3/4 mázsa. Ő tudja, hogy ő nem fog engemet, nem fogja kiprésolni belőlem a lelket. Mert ez a mennyek országa. Nincs ellenség, nincs versengés. Ezt mondja Jézus, nincs versengés. Kész, vége. Nincs hierarchia. Nincsen főnök, nincsen papbácsi, nincsen tanító. Egy tanító van csak. Istennek a lelke, a feltámadás lelke. Érted már a mennyek országát? Érted már azt, hogyha ezt értette volna az emberiség 1000 éve, vagy 2000 éve, akkor nem lett volna Covid mostan. Nem kéne semmilyen Covid, sem börtön, sem pszichológia, sem pszichiátria, sem üzleti tudomány, sem jogtudomány, semmi nem kéne, az ég adta világon. Mindenki végezni a dolgát. És mindenki tudná azt, hogy milyen dicsőséges az, aki adja nekünk a lehetőséget a játékra. A teremtésnek a megcsodálására, a teremtésben való játszadozásra. Na erről szólt volna az élet, és erről fog szólni az élet azok számára, akik megmenekülnek. Akik végre feladják az egónak a nagyképű, öntelt harcát, kilépnek a játszmából, kész, elég volt, nem kell nekem már sem pénz, sem öndicséret, sem karrier, semmi nem kell, nekem békesség kell. Hogy lehet nekem békességem? Kérdem én.
Eltévedt gyermek, tékozló fiú, hogy lehet nekem békességem? Úgyhogy idejössz hozzám, és adok én neked ajándékba békességet. Adok ajándékba, s te is add tovább ajándékba, és ne felejtsétek el, hogy az tőlem van. Hozzám bármikor visszajöhettek, odajöhettek, sőt, a legjobb az, hogyha el sem távolodtak tőlem. Na akkor lesz igazi békességetek. Melyik jobb? Őszintén, most gondolkozz el. Melyik jobb hallani ezeket a szavakat? Ezeket a kijelentéseket Istentől? Vagy pedig varázsolni? Bemenni a temetőbe, és ott a hullákat vigyázba állítani? Őszintén, melyik jobb? Az is lehetséges, és ez is. De melyik jobb? Melyiktől fog a lélek feltámadni? Melyiktől fog egy alvó lélek, egy halott lélek feltámadni? Attól, hogy hatalmas csodákat teszünk itten Istennek a nevében, Jézusnak a nevében, a hegyeket ottan újra rendezzük, ugye itt a Hargitán, vagy pedig attól, hogy kijelentjük Istennek a bölcsességét, az ő dicsőségét, és folyamatosan, és semmi más nem jelentünk ki. A Covid-dal nem foglalkozunk, marhaságokkal nem foglalkozunk, a világi dolgokkal nem foglalkozunk, betegséggel, inekcióval, maszkkal nem foglalkozunk, hanem egyszerűen azzal foglalkozunk, amit az Úristen a szívünkre helyez, az értelmünkbe helyez. És azt mi kimondjuk és elmondjuk azt, hogy te, ezt kaptam az én mennyei édesapámtól ajándékba. Kinek kell belőle? Adok szívesen. Tessék, vigyétek. És ha kell nekem valami, akkor oda megyek hozzád, és szépen megfogom azt, amire szükségem van, és te örülsz annak, hogy én hogy megkínál, hogy megvendégelhettél engemet, mert Isten is örült annak, hogy minket megvendégelhetett, és mindig örül annak, hogy valahányszor leülünk beszélgetni az ő dolgairól, ő folyton megvendégel, és folyton felszolgálja nekünk a legfrissebb eledelt, a legillatosabb ételeket. A legízletesebb ételeket. Neki ez örömére szolgál, nekem is örömömre szolgál. Ha van valamim, amit ajándékba kaptam Istentől, vigyed, nem dolgoztam meg érte, semmit, mindent ajándékba kaptam. Az életemet, az, hogy van ez a mikrofonom, vagy bármi, mindent ajándékba kaptam. És úgy adom tovább, és így válik az élet újból ajándékká. És akkor nem kell megszűnni, hát miért szűnjön meg? Azért kell megszűnjön, mert az élet tolvajlássá változott. Hazugsággá, versengési, hierarchiává. Papbácsi, főesperes, alesperes, presbiter, mit tudom én mi, püspökbácsi, érsek, bíboros, pápa és egészen fel a mit tudom én hova. Nincs ilyen. Ez a mi elképzelt világunkban van, a mi teremtésünkben, a mi Istentől független teremtésünkben van ilyen? A valóságban nincs ilyen? Isten igazából nincs ilyen. Az elbukott ember igazából van fájdalom, van betegség, van öregedés, van féltékenység, van öldöklés, van hazudozás, vannak ilyen különböző kitalált járványok. Az ember igazából, az Istentől elszakadt ember igazából létezhetnek ezek. De Isten igazából teljesen biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Én tudom. Miért tudom? Azért, mert felfedeztem, kimatekeztem? Nem. Azért, mert Istenhez kiáltottam is, megadta nekem ennek a látását. Ezt is ajándékba kaptam. Ennek a látását, ennek a tudását, ennek az értését. Ezért tudom. Tudhatom, mert még az is ajándék, hogy tudhatom. Miről beszélünk? Kreatív vagy? Én kreatív vagyok? Én kreatív? Hát hogyan lenne, mit tudom, egy káposztás fazék kreatív? Maga a föld, az agyag, hogyan lehetne kreatív? Hát mit mond Isten? Azt mondja, hogy a föld porából teremtettelek, az én lelkem van benned. Tehát akkor egyértelmű, hogyha bennem van kreativitás, akkor az Istennek az ajándéka, nem? Az ő lelkének az ajándéka. Ha odamész egy hullához, akkor nem sok kreativitás látsz nála. Miért? Azért, mert Istennek a lelke kiment belőle. Így vagy úgy. Isten tudja, hogy hogy. Ugye? Ő nem kreatív. Maximum az, hogy hogyan deformálódik az arca, amikor a nyűvek ottan rágják, a férgek rágják. Annyiban lehet kreativitás. Sajnos ez már jelen is van a mai művészetben, hogy azt látják szépnek a művész urak és a művész hölgyek, ami rothadás, ami bűz, ami büdös.
Nem azt, ami dicsőséges, ami Istennek a tökéletes művét, tökéletes nem mű, Istennek nem műve van, hanem alkotása. Az embernek van műve. Amit az ember alkot, az mű. Főképp, hogyha azt mondja, hogy ezt én csináltam, az én kreativitásom, az igen, pontosan. Na, az már mű, persze, hogy mű. De amikor valaki Istenben alkot, Istennel alkot, és vele együtt van, mint a mester és az inasa, vagy a mindenható Isten, ugye, és az ő gyermeke, akkor az már nem mű, hanem az egy alkotás, egy eredeti, originál alkotás. Dicsőséges alkotás, drága barátaim. Nem tudom, hogy mennyire sikerült átadni azt, hogy az ember nem kreatív. Soha nem is volt kreatív. Amikor azt mondta először az ember, hogy én kreatív vagyok, ugye, hogy milyen, nem tudom, milyen teremtőerővel rendelkezek, hogy én mi vagyok, na akkor úgy el is szakadt Istentől szinte teljes mértékben. Éppen csak még mozgott, és akkor elkezdtem festeni azért a halált. Vászonra, olajfestékkel, meg különböző más módszerekkel. Nem tudom, hogy lehetett volna, vagy lehetne ezt érthetőbben, egyszerűbben fogalmazni, de nekem most ez jött. Ezt kaptam Istennek az asztaláról, ezt adtam tovább. Ingyen kaptam, ingyen adtam, ingyen adjátok. Jó egészséget, sziasztok!